Vészherceg otthonában Baktatunk egyik hatalmas teremből a másikba. Olyan írtózatosan nagyok, hogy parányi hangjának érzem magam bennük. A mennyezet írdatlan magasságban van valahol. Néhány terem mennyezete maga az égbolt. A falak oly messze esnek egymástól, hogy könnyedén elférnek köztük két jókor alakóház. Bútorzat vagy egyéb berendezési tárgy igen akad a helyiségekben. S az a kevés, amit látok, pár szék, egy szobor, egy száraz szökőkút, mind pókhálóból készült. Minél bejjebb haladunk, annál nagyobb a forróság. Csak hamar átüt az izzadság a pólómon. A többiek is kellemetlenül érzik magukat. A ruhájukat rángatva próbálnak szabadabban lélegezni. Dörvis megint leveszi a bőrcsekijét. Kezdi megkötni a derekán, de aztán csak eldobja. Hajt üs ki, lekonyulnak a hőségtől. Vészherceg, hátra sem néz. Zajtalanul, simán siklik, hulla és árt mögött. Nehéz uralkodnom magamon. A legszívesebben elrobognék a démonmester mellett és felnyalábolnám az öcsémet. De nem tehetem. Ez itt Vészherceg otthona. Tiszteletben kell tartanom a szabályait. Nem tudom ellenkező esetben mit tenne velem, de biztos, hogy nem lenne kellemes. Belépünk egy terembe, amely tele van pókhálószlobok tetején elhelyezett sakkészletekkel. Közönséges készletek, amilyeneket bármelyik játékboltban kapni. A táblákon a bábuk különböző játszmaállásokat mutatnak, mintha érkezésünket megelőzően játszottak volna velük. Dörvis megdermed, amikor meglátja a sok táblákat. Néhány lépésnyire eltávolodik tőlünk, s tekintetét körbehordozza a szobában. Aztán egészen elváltozott arccal Vészhercegre néz. Te vagy az! kiáltja rekedten. Már tudom, ki vagy. Te vagy az, aki. Igen, mondja Vészherceg. Azzal megáll és visszanéz. Mihelyt megéreztem a szagodat, rögtön tudtam, hogy Grédi vagy. A családod bűzét semmivel sem lehet elnyomni. Na nem óhajtottam bemutatkozni, látom, még nem hallottál felőlem. Dörvish minden ízében remeg. Szóra nyitja a száját, közbe közbevág. Ez a pillanat nem alkalmas a családodat sújtó átok megvitatására. Tudsz az átokról? Dörvish éles hangja, merő szemrehányás. Magától értetődik. És tudsz erről a... Fejével vészherceg felé int. Hallottam a szóbeszédet. Mi, többiek, értetlenül nézünk egymásra. Sejtelmünk sincs, miről van szó. Nagyján nem figyel a körülötte történtekre, tekintetét vészhercegre szegezve egyre a varázsigét mormolja. Játszhatunk egy partit, ha akarod? ajánkozik Mohón vészherceg. Egy bemelegítő játszmát. Jó alkalom lenne, hogy kipróbáljuk egymást. Hát, ha egyszer még össze kell majd mérnünk a tudásunkat. Dörvis végignéz a saktáblákon, és határozottan megrázza a fejét. Soha. Nekem nem lesznek gyerekeim. Nem vagyok hajlandó kitenni őket az átoknak, és annak, hogy félelemben kelljen élniük, mint nekem. Nem es határozás, morogja vészherceg. De jobb, ha az ember soha nem mondja azt, hogy soha. Hát, ha ezzel kihívja maga ellen a sorsot. Előfordulhat, hogy a körülmények összeesküsznek ellened. Hát, ha a fivérednek lesznek utódai, ha kellnek lesznek gyerekei, ő maga fog felelni értük. Közli Dörvis kimérten. Vízherceg könnyedén meghajtja a fejét, elfordul, és maga mögött hagyva a saktermet, indul tovább a várkastély belseje felé. Megyünk utána. Dörvis egész testében reszket, s úgy pillant hátra a saktáblákra, mint aki kísértetet látott. A terem, ahová megérkezünk, még a többinél is hatalmasabb. A közepén irdatlan nagy pókformájú, pókhálóból készült trónus terpeszkedik. Fölötte csillár, szintén pókhálóból, s rajta a gyertyák vagy égők helyén csupasz lángok libegnek. A földön szanaszét az én világomból származó tárgyak hevernek. Ruhadarabok, egy teniszlabda, sétabotok, valami nagyméretű állat csontváza, játékok, további sakkészletek, szétszór csontok. A trón mögötti falon Vészherceg vangok stílusában megfestett portréjalóg. lóg. Vészherceg a trónushoz siklik, föllebeg a messzire kinyúló póklábak fölött a pók testében kialakított ülésre. Leereszkedik rá, és úgy néz le ránk, mint egy király az alatvalóira. Hulla az egyik lábra telepszik a térdére ülteti ártot, és lovacskázik vele. Három-négy méterre lehetünk a tróntól, amikor a démonmester a kezét fölemelve megállít bennünket. Döjfös mosolyjal körbe mutat a teremben. Mit szóltok szerény hajlékomhoz? Nekem nem kéne, feleli Bernabasz, és fejével a padlón heverő tárgyak felé int. A korábbi vendégek maradványai? Emlékek, válaszolja vészherceg. Rámutat egy a padlóból kiálló késre, amely a levegőn át torsz kezébe úszik. Nem olyan, mint azok a kések, amelyek otthon a konyhánkban vannak. Ez inkább a féle kis kard. Vészherceg megforgatja néhányszor, és mosolyogva odaszól Bernabásznak. Biztosan ráismersz. A tiéd volt valamikor. Nem érdekel a múlt, sem az emlékeid. Feleli kifejezéstelen arccal Bernabas. Vészherceg vállat von, és kiejti a kezéből a kést. Árt utána kap, de hulla elpöcköli, mielőtt az öcsém valami bajt okozhatna a pengével. Áruld el hát nekem, mi az, ami érdekel? Szólal meg ismét vészherceg. Mondd el, miért jöttetek? Miért vállaltátok, hogy magatokra vonjátok a haragomat? Tudod jól, hogy nem örülök a hivatlan vendégnek? Hogy jogom van megölni titeket, ha úgy tartja kedvem? És talán meg is teszem? Int a falak felé. Föltekintve látom, hogy az ablakokon át, amelyeket eddig észre sem vettem, odakintről besúrannak a démonok. Egyre többen kapaszkodnak a falakba, még nem végül teljesen körülvesznek bennünket. Jó néhányan az ajtót is elállják, amelyen át bejöttünk. Reménytelibb helyzetekben is voltam már, dünnyögi szárazon cápa. Szerintetek ki tudunk törni a falon keresztül? Kérdezi Dörvis. Hiszen csak pókhálóból van. Mágikus pókhálóból, világosítja fel Sármila. Úgy épült az a fal, hogy megvédje Vészherceget a világ összes démonaitól. Nem mernék fogadni rá, hogy keresztül tudunk hatolni rajta. Bernabás ügyet sem vet a démonokra. Nyugodtan néz Vészherceg szemébe. Őt akarjuk! Mutat hullára. A babát! Mosolyog Vészherceg, félreértve a mozdulatot. Nem, a démont! Vészherceg a szemöldökét ráncolja. Arra számított, hogy Bernabás ártott fogja kérni tőle? Én is arra számítottam. Szeretnék ráüvölteni a varázslóra, emlékeztetni őt az ígéretére. De tudom, hogy nem szabad megtennem. Veszedelmes helyen vagyunk, és igazán nincs sok esélyünk rá, hogy kikerüljünk innen. Bíznom kell Bernabásban? Hagynom kell, hadd cselekedjék belátása szerint. Csak akkor lépek közbe, ha végképp rákényszerülök. Hulla nem a csatlósod folytatja Bernabas. Nem vagy köteles megvédeni. Tudom, hogy menedéket nyújtottál neki, de arra kérlek, vond vissza ezt a kívánságot tőle, és ad nekünk. Veled nincs semmi baj. Add át nekünk hullát, és rögtön elmegyünk. Szívességet teszel ezzel nekünk, amelyet majd viszonoznunk kell. Az adósom leszel? kérdezi vészherceg, s vörös szeme felizzik. Igen! Csábító ajánlat, dorombolja a démonmester. Holla nagyon fontos lehet neked. Vajon miért? Átlagos, jelentéktelen démon. Vészherceg nem tudja, hogy fel akarjuk kutatni a kagást, így a dolog érthetetlen számára. Magán természetű azok, nem tartozik rád, feleli Bernabász. – Ahogy ránk sem tartozik, hogy voltak éppen miért adtál neki menedéket, nem titok, nevet vész herceg. Azért, mert tett nekem egy szolgálatot. Elhozta a gyereket. Lepillant ártra, majd gúnyosan rám néz. Ebben a pillanatban megértem, hogy ő adott parancsot az öcsém elrablására. Hulla nem véletlenül kapta fel ártot. Kifejezetten őt kereste. Bernabas is erre a következtetésre jut. Már épp rákérdezne, de aztán meggondolja magát. Talán fél, hogy vészherceg rájön, hogy a kágást keressük. Nem hiszem, hogy a démonmester továbbra is kedélyesen társalogna velünk, ha tudná, hogy egy olyan fegyver után kutatunk, amelyen megsemmisíthetnénk őt és az összes többi démont. Szóval Hulla megtette, amit kértél, te pedig megjutalmaztad érte, vagy legalábbis ezt ígérted neki, mondja Bernabas. Ezzel őt is a csatlósoddá tetted? Na. Válaszolja Vészherceg, mire hull a gyors, aggodalmas pillantást vet rá. De nem lenne helyes, ha elküldeném. Nem engedhetem meg, hogy megöld. Legalábbis addig semmi esetre sem, amíg meg nem kapja, ami jár neki a szolgálatáért. És ő maga el nem megy. De ez sok időbe telhet. Nem köteles hamarabb elmenni nem mint azt ő maga jónak látja. És ha megígérnék, hogy nem öljük meg? erősködik Bernabasz. Ha csak kérdéseket tennénk fel neki? Nem állítom, hogy nem fogjuk bántani, de szavamat adom, hogy nem hal meg. Hulla halkan nyűszít. Karján fenyegetően megnyúlnak a szőrszálak. Most sem értem, hogyan képes hangot kiadni, amikor nincs szája. Még szorosabban öleli magához ártot, mint egy figyelmeztetésül. Ne légy a sebes léptű, barátom. Szól hozzá a legkevésbé sem barátságosan vészherceg. A bajt okozol a gyereknek, örök időkig bűnhődni fogsz miatta. Hulla mogorva képet vág, de lazít a szorításán. Vészherceg újra Bernabaszra néz, ám előbb egy hosszú percig bámulja nádját. A lány szája egy pillanatra sem szűnik meg mozogni. A démonmester azt gondolhatja, hogy nagy varázsgéje, valamiféle csapda része. Akármilyen csábító is az ajánlat, egyetlen szívesség nem elegendő. Folytatja. Ennél több kell ahhoz, hogy átengedjem nektek hullát. Például mi? kérdezi feszült ember a nabasz. Vészherceg elgondolkodva ráncolja a homlokát, de mindez csak megtévesztés. Pontosan tudja, mit fog kérni. Semmi értelme megígérned, hogy nem fogjátok megölni hullát, mivel úgy sem tudsz jót állni az ígéretedért. Ha kiszolgáltatom őt nektek, akkor anélkül kell tennem, hogy feltételeket szabnék. Ez nagyon is megfelel nekem, dörmögi Bernabasz. Hulla dühében és félelmében reszketve feláll. Vészherceg ügyet sem vet rá. Életet életért cserében suttogja a démonmester. Odaadom neked hullát, ha te is odaadod nekem az egyik kísérődet. Melyiket? kérdezi szemrebben és nélkül Bernabas. Cápa, Sármila, Dörvis és jó magam tátott szájjal meredünk rá. Nem tudjuk elhinni, hogy ilyen könnyedén fel tudná áldozni bármelyikünket. Enyém a választás joga, morogja vészherceg. Csak annyit garantálhatok, hogy nem te leszel az. Mert különben nincs alkú. És nyomban rátokuszítom a csatlósaimat, hogy mészároljanak le valamennyi ötöket. Bernabas végignéz rajtunk. Pillantása kemény, de bal kezének alig észrevehető remegése elárulja, hogy nem olyan nyugat, mint amilyennek látszik. Cápa állja a tekintetét. Kész meghalni, ha a választás ráesik de Sármila, Dörvis és én lesütjük a szemünket. Nem mintha számítana, egyetértünk-e vagy sem. Bernabas dönt, nem mi. Nádja abba hagyja a kántálást. Megvető gúnyjal néz Bernabasra. Rajta, csináld! Mondja megvetően. Ne tégy úgy, mintha bármi kétséged volna. Adj el minket, ehhez igazán értesz. Bernabas nyakán a dű vörös foltja jelenik meg de nem válaszolná a -e szavaira. Ehelyett fél szemmel felsandít a démonoktól hemzsegő falakra. – Rendben! – szólal meg hirtelen. Vízherceg nevetve nyújtja kifelénk egyik kezét. E – Ecc, pecc, kimehetsz! – Az efféle játékok csak lealacsonyítanak! – csattam fel Bernabász. Válasz! – Jól van! A vészherceg rám mutat. Hány inger fog el? Itt fogok elpusztulni ebben a szörnyű világban, távol az otthonomtól. Izmai menekülésekészen megfeszülnek, noha tudom, hogy a szökés reménytelen. De a kéz tovább mozdul, és megállapodik valódi célpontján. Nagyján. Ha! Kiált Bernabaszra a lány, s rövidke hangban benne van a varázsló iránt érzett minden megvetése. Aztán átrepül a termen. Vészherceg a levegőben kapja el. Átnyalábolja mind a nyolc karjával. Látom, amint nádja szeme szorosan lezárul, szája becsukódik, arca eltorzul a félelemtől. Vakító fény villan. Eltakarom a szemem, amíg a káprázat el nem enyészik. Amikor újra oda nézek, vészherceget vér, apró húscafatok, csontszilánkok és hajcsomok borítják. Ennyi maradt szegény, ragyás, nagyjám úrból. A kihívás Képtelen vagyok elhinni, hogy ez megtörtént. Tudom, hogy meg kellett történnie. A bizonyíték belepi vészherceg egész testét és póktrónusát. Mégsem vagyok képes felfogni. Nagyja nem hallhatott meg és főleg nem ilyen szemvillanásnyi idő alatt, ilyen borzalmas halállal. Még a rémségeket orzvilág világ lehet ennyire kegyetlen. Miközben ez zakatol az agyamban, hullarikoltozva odalöki ártott vészhercegnek, feliramodik a fal egy olyan részén, amelyet valamivel kevesebb démon lepel, s egy ablak felé menekül. Vészherceg simán elkapja ártot, és vigyázva, hogy ne érjen a lyukhoz, amelyekben a kígyók nyüzsögnek egymás hegyén hátán, a mellére öleli. Árt zavartalanul kacarászik. Vészherceg füttyent a falon nyüsgő démonoknak, azok az ablak köré sereglenek és visszaterelik hullát. A démon egy pillanatig mérlegeli a harc lehetőségét, de aztán elengedi a falat alkotó pókhálót, és lepottyan a földre. Ahogy lekuporodik, a karját borító szőrszálak teljes hosszukban kinőnek. Dühös szemeket merezt vészhercegre. Várja, mit lép a démonmester. Vészherceg kuncog. Hogy ártnak szó le a nevetése, vagy hullának, nem tudom. Aztán mond valamit, amit nem lehet érteni. Nyilván valami démon nyelven beszél. Hulla vergődve és sziszegve elterül a földön. Vonaglik, közben a nyakához és az arcához kapkod. A falakat ellepő démonok nevetve visítoznak. Ekkor a démonok keltette hangzavaron át, valami különös, félelemmel vegyes örömkiáltás harsan fel. Hulla abba hagyja a kínos vergődést, és felül. Újra meghallom a kiáltást, és ezúttal ráeszmélek, hogy hullától ered. Megváltozott. Már van szája. Megkaptad, amit a szolgálataid értékértem, mondja vészherceg, Hulla, válaszképpen érthetetlen üvöltésbe kezd. Ej, de mocskos a szád, cöcög vészherceg. Örülök, hogy a vendégeim többsége nem érti, amit mondasz, különben belepirulnának. Bocsáss meg, Bernabász. Eféle átkokat még ezen a világon sem volna szabad kimondani. Rosszabbakat is hallottam már feleli Bernabász. Többnyire olyan démonoktól, akiket megölni készültem. Hulla elnémul. Figyelme Barnabas felé fordul, és gyanakodva méregeti. bas fagyosan elmosoldik. Ne aggódj! Ha őszintén válaszolsz a kérdéseimre, ami most, hogy már van szád bizonyára sokkal könnyebb lesz, nem öllek meg. Azt tanácsolom, hogy ne csinálj ribilliót. Persze harcolhatsz, ha akarsz, de mindketten tudjuk, hogy vészherceg védelmét nélkülözve nem győzhetsz. Hulla felborzolja a szőrét, és vészhercegre néz. Mond valamit halkan, panaszosan. Vészherceg a fejét rázza. Nem, megesküdtem, hogy adok neked szájat és hangot, és megígértem, hogy addig a pillanatig megvédelek. Jó hiszeműen jártam el, semmi többel nem tartozom neked. Hulla megvetően elvigyorodik, aztán a padlóra köp. Jó hasznát veszi újonnan kapott szájának. Szembefordul Bernabasszal, visszahúzza a szőrszálait, és büszkén elindul, hogy bár gyűlölködve, ám sorsába beletörődve megadja magát a varázslónak. Amikor odaér hozzá, Bernabass félszemöldökét felvonva vészhercegre néz. Menjetek, mondja a démonmester és intésére az ajtókről tömörülő démonok szétrebbennek. Vészherceg mosolyog. Pillantása lesiklik ártra, majd rám villan. Tudja, hogy ezzel még nincs vége. Még újabb hitvány örömök várnak rá. Bernabas elindul az ajtó felé. Várj! Kiáltok rá. Mi lesz ártal? Cápa, sármila és dörvis nem mozdul. Akár csak én, ők is emlékeznek a varázsló ígéretére, s most kérdőn néznek rá. Nem tehetünk semmit! közli Bernabasz, és hátra sem néz. De hiszen azt mondtad? Fakadok ki. Akkor még nem tudtam, hogy Vészherceg adott utasítást a gyerek elrablására csattam fel, Bernabasz. Azt gondoltam, hol még él, csak el kell vennünk hullától. De most már a démonmester játékszere. Számunkra elveszett. Törődj bele! te kis csupa fog! Gögyögi vészherceg, és feldobja ártot a levegőbe. Vörös szeme résnyire szűkül, szürke fogait kivillantja. És mi lesz, ha én harapok árt? Hagyj békén! Kiáltom torkom szakadtából. Lépek egyet vészherceg felé. Megtorpanok. Visszanézek Bernabászra. Szeretném, ha visszarendelne. De ő a fejét sem fordítja hátra. Ahogy ott tétovázom, mivel meg akarom menteni ártot, de közben tudom, hogy halálfia vagyok, ha egymagam szembeszállok vészherceggel, Dörvis odalép mellém. Veled vagyok, mondja halkan. A szemem megtelik a hála könnyeivel. Őrültség, veti oda cápa, a másik oldalamra állva. De hogy tudnék magára hagyni két kölyköt? Rámosolygok a kiszolgált katonára, majd reménykedőn sármilára nézek. Ő az alsó ajkába harap, és merőn bámul Bernabászra, aki megfordul, és kifejezéstelen arccal fürkész bennünket. Sármila elbizonytalanodik, már-már már elmosolyodik, de aztán megrázza a fejét. Sajnálom, suttogja, reménytelen. Az első, amit tanítványként megtanulunk, az, hogy ne dobjuk el az életünket. Csak azt a csatát szabad megvívnunk, amelyben győzhetünk. – Gyáva! – mordul fel cápa. – Nem az – ellenkezik Dörvis. – Csak észszerűen dönt. Vízherceg sugárzó arccal néz ránk. Tetszik neki a jelenet. – Milyen bátor fiúk! – dörmögi, és óvatosan, nehogy árt megharapja, megcsiklandozza az állát. – Ezt nem engedem meg! – közli Bernabasz. Szükségem van rátok, különösen körnölre. Pár perce még minden további nélkül feláldoztad volna bármelyikünket, emlékezteti cápa. De most megkaptam, amiért jöttünk. Hullát! Nem hagyom, hogy fölöslegesen lemészároltassátok magatokat. Kényszerítetlek rá, hogy velem jöjjetek. Én egyedül csak ártért jöttem ide, jelentem ki. Semmi értelme, hogy megpróbáljon elvinni innen. Ha sikerülne is, nem érne el vele semmit. Soha többé nem nyitnék ki egy ablakot sem, legfőjebb olyat, amelyik megint csak ide nyílik. Próbálja ki, győződjön meg róla, hogy blöffölöke. Barnabas sóhajt és vészhercegre sandít. Megalkudhatunk a gyerek dolgában? Talán, feleli nyájasan vészherceg. De nem biztos, hogy akarok. Ez így sokkal érdekesebb. Alig várom, hogy lássam, tényleg sorsukra hagyod -e őket. Vagy esetleg te és Mokercsik is kisasszony itt maradtok és vállalkoztok a küzdelemre. Erről szó sem lehet, szögezi le Bernabasz. Biztos vagy benne? Igen. Akkor ti nem szerepelhettek semmiféle megállapodásban. Közli vészherceg, és figyelme ismét felén fordul gyöngéden megsimogatja ártfejét és gügyök hozzá. Vigyorog, a szeme gonoszul csillog. Mennyire szereted a kisöcsédet, öcsédet, Cornelius? Nem eléggé ahhoz, hogy ő miatt a hagyjam magam megöletni veled. Válaszolom látjára gondolva. Nem adnád oda az életedet azért, hogy megmentsd az övét? Kérdezi meglepetten. Kockára tenni hajlandó volnék, de eldobni nem. Érdekes. Bigyezti le a száját vészherceg, majd kisvártatva elkiáltja magát. Véna! Egy kutya formájú démon csúszik le az egyik falról. Úgy néz ki, mint egy krokodilfejű fekete labrador, a mancsai helyén finom női kezekkel. A gazdájához üget, és a pókot formázó trónus lábahoz ülve vár. A táblát, mondja vészherceg, Mire a démon kivágtat a teremből? Csendben várjuk, hogy a vénának nevezett démon visszatérjen azzal, amiért Vészherceg elküldte. Ártott figyelem, aki a démonmester karjában játszadozik, és arra gondolok, bárcsak hozzá hasonlóan én sem lennék tudatában a veszélynek. Miközben ezen gondolkozom, agyam visszajátsza mindazt, ami eddig elhangzott. Miért loptad el ártott? kérdezem összehúzott szemöldökkel. Nem én voltam, feleli vészherceg. Hulla hozta ide? Te utasítottad rá, te bérelted fel. Miért? Így akartál eljutni hozzám? Tudsz a képességemről? Miféle képességedről? Kérdezi. Vigyázz! Figyelmeztet Bernabas. Nem mondj neki semmit magadról! Szóval nem azért történt, mert kellettem neked? Faggatózom tovább. Nem, válaszolja vészherceg. Emlékeztem rád a korábbi találkozásunk nyomán, de... Ti már találkoztatok? Vág elképedve Bernabás. Cornelius és én rég jó ismerősök vagyunk. Feleli vészherceg, és rám mosolyog. Sejtettem, hogy keresni fogod az öcsédet, de arra számítottam, hogy útközben elpusztulsz. Akkor még nem voltál számomra érdekes. Nem úgy, mint most. Nem valami csapda volt? Miért vesződnék azzal, hogy csapdát állítok egy fiúnak, akit alig ismerek? Nevet vészerceg. Ez a te képességed nagyon különleges dolog lehet, ha azt hiszed, hogy... Körnöl! Rival rám Csendre intem őt. Tudtára adva, hogy nem vagyok hülye. Vigyázok! Miért? Kérdezem újra. Miért loptad el ártot? Vészherceg elbizakodottan mosolyog. A válasz abban a partiban van elrejtve, amelyet terveim szerint engedek neked lejátszani. Feltéve, hogy hajlandó vagy rá. A lám már itt is van véna. Kezdhetjük. Körülnézek, és látom, hogy a krokodilkutya a szájában egy saktáblával tart a gazdája felé. A tábla nem túl vastag, üvegből vagy kristályból készült. Amikor Bernabász meglátja, a szeme elkerekedik. Elindul véna felé, mintha el akarná venni tőle. Aztán megáll, és szemét összehúzva vészhercegre néz. Ez az? Igen, a tábla. Az eredeti. Úgy tudtam, örökre eltűnt valahol a föld mélyén. Nem. Megmentettem. Nem tudok sakkozni, közlöm vészherceggel. Ismerek néhány szabályt, de nem mindet. Rendben van, feleli vészherceg. A trónjáról lelebegve elveszi vénától a táblát, és letörölgeti róla a nyálat meg az egyéb váladékot. Szelíd mosolya nézi a fekete-fehér négyszögeket, majd azt mondja. Ez nem közönséges saktábla. tábla. A legelső készlet, amelyet azok az ősi lények adtak át az embereknek, akik a csillagokból érkeztek a Földre. Nagyobb dolgokra tervezték, mint csupán sakkozásra. És amióta megfejtettem a titkait, többé nem játszom rajta. A tábla alkalmasabb más játékokra. Harcra. Nem értem. Ráncolom a homlokom. Vészherceg leteszi a táblát a földre. Itt az időhöz hasonlóan a méret is más, mint a te világodban. Itt egy tárgy lehet egyszerre hatalmas és mikroszkópikus méretű. A tábla ránézése kicsi, de belül roppant tágas. A világegyetemek bő választéka rejtőzik benne, és ezekbe bele tudom helyezni a lelkedet hű barátaidéval együtt. Fizikai természetű kiárata nincs. Csak az igazság vezethet ki belőle. A magasba emeli három karját. Egy démontól vagy nyomát kutatva érkeztetek ide. Mivel hárman vagytok, három esélyt adok neked, hogy megtaláld a tolvajt a tábla belsejében, és megnevezdőt. Ha megteszed, visszakapod az öcsédet, és hazaviheted, ha ez a kívánságod. Ha nem, életed végéig a tábla fogja maradsz. És ez egy hosszú, lassan eltelő, borzalmas élet lesz, Cornelius. Elképzelhetetlenül sötét és nyomorúságos élet. Nem, sziszegi Ez Ezt nem kívánhatott tőle, hiszen csak egy kis fiú. Csend! Harsogja vészherceg. Volt rá esélyed, hogy részt vegyél a játszmában. Most hallgas, mint a többi kívülálló. Zavartan bámulok a démonmesterre. Nem értem. Tudom, hogy ki a tolvaj. Már megtaláltam. Hulla az. Vészherceg vállat von. Ha te és a társaid elfogadjátok az ajánlatomat, elválasztom a lelketeket a testetektől. Fájdalommentes eljárással. És bezárom a táblába. Fel kell kutatnotok a démon tolvajt. Épp úgy, ahogy itt is tettétek. Három lehetőséget kapsz, hogy megtaláld és nevén nevezd őt. Az időt nem szabom meg. De ha mint három alkalommal tévesen nevezed meg a tolvajt, a lelketek a tábla fogja marad. Életetek hátralevő részét ott kell leélnetek. Már pedig az az élet a ti időtök szerint számolva több száz, de lehet, hogy több ezer évig fog tartani. Elhallgat és várja a válaszomat. Még mindig nem tudom tulajdonképpen, mik a szabályok. Miért neveznék meg tolvajként másik démont, amikor tudom, hogy hulla az? Ha csak nem átszázták magukat többen is hullának, és nekem meg kell találnom az igazit a hamisak között. Mit gondoltok? kérdezem Dörvistől és Cápától. Kell majd harcolnunk is? Tudakolja Cápa vészhercegtől. Ó, igen, feleli nagy élvezettel vészherceg. Meg is hallhatunk? Vonja össze Dörvis a szemöldökét. Úgy értem, ha nincs valóságos testünk. Noha el fogom választani a lelketeket a testetektől, a mostani külsőtöket megtartva fogtok belépni a táblába magyarázza vészherceg. Ha a játsz masorán során megölnek benneteket, szerte fosztik az ideiglenes testetek, és a lelketek a hatalmamba kerül. Cápa vállat von. Nem nagyon értem ezt a dolgot, de veletek tartok. Én is, jelenti ki is. Rájuk mosolygok, majd szembefordulok vészherceggel. Oké, megcsináljuk, de szavát adja, hogy nem jutok tovább. Vészherceg nyers, parancsoló hangon elhadar egy varázsigét. Pókhálók hullanak a lámmennyezetről, és ránk csavarodnak. Megpróbálunk szabadulni tőlük, de ekkor hirtelen lángra kapnak. Égő fájdalmat érzek. Látom, amint leolvad rólam a testem. Sikoltani próbálok. Szememre vörös fátyol ereszkedik. És ebben a pillanatban Eltűnik a várkastély, s vele együtt a démonok és az egész világ.